Tiftöf. Dobrý večer, už vizoň dá. Sáztok sekkány. Nagyba. Tisztelettől! Csidvözlök itt mindenkit! De. S lényeg, de ma. Ma elcsopogattam nagyba egy jó kis ilyen főhírbort, de. És most gyűn egyébként a második üvege. Jó kis küvé, második üveg. De ez második üveg, geul. Mert egy csüvé nincsen, meg kettő nékün. Dobrý večer, sziasztok, úgy bizony. Nagyba, csapjunk egyébként. Nagyba. Jó kis csrohattál mevel. Lényeg, de. Közben bontok bort. A bartos rizmusról akarok pár fontos dolgot elmondani, de méghozzá azt tehet, hogy ugyanúgy, mint a történelmi csidőszakok, több jó kis fehérbőr szakaszra hozható, ugyanúgy, mint ahogy a történelmi csorszakok. De. Tehát úgy bár nézzük. Őskor, középkor, hogy is volt? Középkor, újkor, most pedig lenne a legújabb idők. Ez a legújabb csidők. Vagyis a legújabb kor. De ez legújabb kor? De. Ne vele. Na zdrvje! Harasó, harasó. Ugyanígy van, tehát mint történelmi csorszakok, úgy bár, de ugyanígy van, főleg találjuk egy marha nagy lábjegyzetet, vagy kézjegyzet, bárminek is veszük. Bartos rizmus több szakaszra hozható, mint ahogy ugye bár mondtam, hogy a történelmi korszakok. Volt a vándorló korszakom. Innen ereleztetik úgy a vándor filozófus megnövezésem. Volt egy polgári szakasz, de? Ez egy polgári szakasz. De volt egy polgári szakasz, gyári munka, stb. Az a polgári szakasz időszaka. És mostan az a szakasz van, tehát a bartosista jelenkornak most azon szakasza van, amit pedig a katasztrófa pedagógus, tehát a katasztrófa pedagógus tanítása jön lemez. Kb. 6-7 éve, ugye a fölkészülés harmadik világháborúra, stb. És ez olyan ötszerű, tehát már nem úgy ötszerű, mert ma ez egy bonyolult filozófia az enyém, de úgy érte, hogy könnyű fölfogni, mint az ágyba szarás. Máma, vegyük példát sokáért. De sziasztokáért! Voltam úgy bár borér, meg voltam kosmába, de előtte, na utána mentem el borér. Ittam egy nagy fröccsöt, meg egy feles tüskét, hát pálinkát, na.
tudhatják, hogy a Sáruházba kapitalista, hát régebben ABC volt, most már szóp, úgyi. Régebben általános beszerzési cikkek, most már kóp, ugye, szóp. És találkoztam két hetedikes gyerekkel, két fiú gyerekkel, tehát általános iskola hetedik osztályába járnak. És ezeket egyébként passzátok meg! Elmondtam egyébként ezeket mind nekik, így fejbül, tehát nem jelzettük, és annyira értelmesek voltak, bazd meg, hogy tehát nagy volt a befogadó képességük. De megértették. Tehát gyakorlatilag nem lehet általánosítani olyan szinten, de hogy mindegyik fiatal buta lenne. Mert nem igaz. Ez a két fickó, ők csináltak velem fényképet. Az ilyeneknek, bazd meg, megengedem, hogy fényképezzenek. Mert megértették. Tehát megértették azt, amit mondtam. Azt mondták, hogy világos. És ők azt mondták, hogy a saját korosztályukat szégyellik, ami miatt ilyenek csommenteket beírnak nekem, stb. Mert beszélgettünk egy nem sokat, egy 10 percet körülbelül. 10 percet. És azt mondták egyébként, hogy ők kérnek, tehát még akkor ők, a két srác kér elnézést a saját korosztályának a nevébe, akik buzeráns, oda nem illő, mocskos, rohadt szómenteket, és buták, és nem értik meg egyébként, amiket beszélek. Ők kértek elnézést. De. Tehát akkor most ilyenkor mi van? Laci és Martin. De. Ennyi. És üdvözletem. De. És köszönhet egyébként a beszélgetésre, a mai beszélgetésre, és nem nektek kell egyébként fölvállalni azért, mert buta a korosztályotoknak egyes része, mert ezt se lehet így ráfogni, mert lehet, hogy ez sem igaz, mert nagyon sok értelmes fiatal van. Ez a... Meg nagyon sok buta. Amiről nem biztos, hogy ők tehetnek, stb. De. Mi tehet szülői, például sokáért otthonról hozott hülyeségek, butaságok, stb. És javarészbe, valljuk be, hogy gyakorlatilag egyébként a nagyon sok múlik a mai köcsök tanárokon is egyébként. Tehát, hogy mit oktatnak. És ebből egyébként öredeztetik egyébként rögtön az egészségügyi dolgokat, de miért veszem igénybe mostában, stb. Én az egészségügyi dolgokat, én vándorfilozófus koromban is egyébként már nem én vettem igénybe vetették le. Például a detoxikáló, de tehát az is már igénybevétel. Nem én kértem, hogy vigyenek a detoxikálóba, mert ő már 18 éves korom túl igénybe veszem. Na most, innen rögtön egyébként gyűn a kérdés. Hú, de rohadt kibaszott melegben, bazd meg. Hol az a rengeteg pénz, picula, amit én, amikor műanyagföldolgozó üzembe és vágóhínon dolgoztam, bazd meg, hova a rohadt mocskos redvás büdös picsába került az a rengeteg pénz, amit például magán nyugdíjpénztárba befizettem, bazd meg, hosszú évekig, és eltűnt, bazd meg. És több százezer forintról van szó, akkor bazd meg egyébként az államnak nem kötelessége egyébként a Bartolomé-től mondjuk
Ugye a gyomutkorjában egy üvegszilánkot nem tudt. Olyan meg jár, ráadásul, hogy nem látták el a fogamat, nem csirtől, tudom, ízére a TB-re megvenni, nincsen TB, ami több százezer forintba kerülni, bazd meg, hogy megcsináltassam a fogamat. Mondtam neki egyébként, hogy basszátok, mondom meg. Azért következett a baj, nem tudtam az üveget rendesen megrágni, üvegszilánkot lenyete, besebződött a gyomrom, stb. Mai napig is egyébként röngetek savaba, hiába eszek minden nap nyers lisztet, stb. Mert az leköti a savat, stb. Meg papírt, meg mindenfélét. Jön a gyomorsav, szedem a gyomorsav lekötőt, több ezer forintért bazd meg szedem ezeket a cuccokat. És akkor még neki kell bazd meg egyébként följebb. Hogy mi az, hogy? Én meg azt mondom egyébként, hogy mi az, hogy bazd meg. Az a több százezer forint, több százezer forintért bazd meg majdnem 40 esztendős. Nem lehet egyébként ellátni? Nem igenis, hogy el lehet látni, és igenis bazd meg, hogy a kórházi létemet is én már kifizettem triplán, duplán, százszorosan. Annó. Amit elloptak tőlem, amit befizettem havonta a kibaszolt rohadt ízé, aki csömlékszik egyébként rá, hogy micsoda beugratós ízé volt az a magánnyugdíj pénztáros buzeránság. Sokan beugrottak én is, bazd meg, hogy majd nyugdíjas koromba, de majd nem lesz gondom, még akkor én fizessek be, és rengeteget fizettem egyébként, meg jó, ja, meg egyébként, ó, megmondták egyébként, de. Az adókat, egészségügyi hozzájárulás, mind levonták a fizetésemből meg. És amikor szarva van a haza, akkor meg nem képesek ellátni, meg kirúgnak a kórházba 5 nap után. Hát basszák meg a kurva anyját, a rohadt mocskos egészségügy, bazd meg. Úgy bizony. Já! Ha újmák köteles az egészségügy újmájat adni, miért százalékulnának le? Például kokáért, mert minden nap rögente gyünki a gyomorsavam, stb. Van egy söbe a gyomor szájamnál, például már leszázalékolásnak 100%-os rokkant nyugdíjat követelek az a majdan. És azért én megdolgoztam, bazd meg. És igenis, hogy igénybe fogom egyébként venniuk, de ilyenek. Ha kör 20 év múlva újmájat is köteles adni egyébként az egészségügy. Ha úgy van egyébként, akkor bármilyen szervemmel probléma van, köteles azért a több félmillió meg egymillió kibaszott rohadt forintért, amit befizettem régebben, van. Köteles. Na csak ennyit akartam. Bartos István gondolatjai. Ja. Hogy a hajléktalanokat ellássa a csöveseket, akkor én mai napig görnyedezve dolgozok meg, mit tudom én. Akkor mi az, hogy meg vannak egyébként olyanok, akik soha nem fizettek be egy büdös rohadt füllést, és azokat is ellássa? Akkor engemet meg nem. Meg azért mennyi mindent letettem már az asztalra, bazd meg. A poharon meg az üvegen kívül. De mennyi sok tudást, mindent. Szóval engemet nem látnak. Nem eszik olyan forró nakását. De. Most megborozgatok, iszogatok. Meg eszegetek. Egyébként is, hogyha sok cuccot ki akarom egyébként műtetni magamból, füzesse ki egyébként nagybabú a csálam kötelessége. Kötelessége minden egyes áll, ez lenne a kötelesség. Nem csak jó, mostan kezdünk egyébként fölgyűnni egy kicsit így csálamilag. Tehát a csorbán rendszerét kezd így fölfelé gyűni. De minden egyes átlagpolgárral kötelessége foglalkozni a baja van. Ennyi úgy. Ez a kötelessége. Hiszen azért állam, meg azért eltartó, meg köteles, hogyha szarba van a
S állampolgár igenis, hogy köteles kihúzni a szarból. De. Igen, ötszer egyébként, mint az ágyba szarad le. Na de. És meg rágyújtok jó kis cigire. Konyác. Vége. Hegy! Húgy!